Vidéki állatmentő szervezetek arról számoltak be, hogy az elmúlt hetekben megsokszorozódott az utcára kitett kutyák száma. Mi is megkérdeztük a Rex állatmenhelyet, itt Újpesten mit tapasztalni ebből, és amit hallottunk, sajnos nem cáfolta mindezt. A Rex alapítványnál azt tapasztaljuk nap mint nap, hogy megkeresések érkeznek vidéki szervezetektől, elsősorban gyepmesteri telepektől, illetve állatvédő alapítványoktól, hogy nem tudnak mit kezdeni a beáramló nagy mennyiségű kutyával, macskával, és a segítségünket kérik. A miértre a szakember szerint nagyon egyszerű a válasz. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb részben a rezsi emelkedés, hiszen most már nagyon sok család elsősorban vidéken odáig jutott, hogy vagy enni, vagy fűteni kell, ugye ezt kell kifizetni, sok esetben már a kutyára, macskára nem marad. A rezsi emelkedés persze az állatotthont is alaposan megütötte. A Rex Állatszigeten az áramszámla a korábbiakban július 1 előtt, 2022. július 1 előtt olyan 200-250 ezer forint volt, havonta. A legutolsó, az augusztusi számla, amit átutaltunk, az 898 ezer forint volt. És ehhez hozzájön még az üzemanyagok, a kutya és macskatáp rohamos drágulása. Emlékeztek az alapítvány vezetői, aki úgy számol, most náluk is a túlélés időszaka következik. Segíteni ebben továbbra is mindenki tud neki, aki szeretne és még képes rá.